Áldozatos, odaadó munka az ápolóké, kevés is van belőlük. Országosan nagy az ápoló hiány, ami a megyére is jellemző, szakképzett dolgozókra pedig mindenhol szükség van. A József András Oktató Kórházban most továbbképzésen vehetnek részt az ápolók, amely akár szakmai előmenetelőket is biztosíthatja majd a későbbiekben. A képzés 1900 órás lesz, ezek fele elmélet, fele gyakorlat. Saját dolgozóinkat képezzük, sőt, a nagyon jó kapcsolatunk van az ENKK-val, tehát az egészségügyi központtal, akik a projektgazdák, és itt mi, mint oktató központ veszünk részt, és ez azt jelenti, hogy Nyíregyházán 42 dolgozót tudunk beiskolázni, illetve mint oktatási központ is tulajdonképpen debreceni klinikáról, illetve Berettyóújfalun is vannak dolgozók, akik részt fognak venni ezen a képzésen. A projekt indítására elhozták már meglévő bizonyítványaikat az ápolók. Nekik többnyire olyan végzettségük van, amellyel munkájukat maradéktalanul elvégzik, de hátrányuk származik abból, például a bérezésben, hogy még a régi képzési rendszerben tanultak. Ők olyan kollégák, akik már itt vannak nálunk, akik itt dolgoznak, csak vagy szakképesítés nélkül, vagy pedig egy alacsonyabb szintű szakképesítéssel. Ez az ő számukra mindenképpen előnyökkel jár, egyrészt azért, mert magasabb szintű kompetenciákat szereznek, több munkát képesek ellátni önállóan, különböző felügyelet nélkül, jobban tudják végezni a munkájukat, másrészt az egyértelműen béremeléssel is jár majd az ő számukra, hiszen átsoroljuk őket, amint elvégzik. A szakképzések ezzel nem érnek véget a kórházban. Saját forrásból ősszel két hiány szakmában is indítanak tanfolyamot. Műtősnőket, illetve anesteziológiai asszisztenseket képeznek majd.